Nem lehet ennek a háborúnak az áldozata. Tolna megye 3. számú választókerületének településeit járva a kampány 33. lakossági fórumát Pakson tartotta Süli János, aki az ukrán-orosz háború kapcsán elmondta, semmilyen hatályos intézkedés nincs, ami negatívan érinteni az erőmű működését, építését. Amerikai atomerőműzemeltetők is kérik, hogy a nukleáris ipar legyen kivonva a szankciós ügyekből, szóval nagy részt a dúsított urán beszerzését az orosz piacról végzik. Európában az atomerőművek a bolgár, a szlovák, a cseh, az ukrán is, de a finn is, a magyar is, az orosz üzemanyaggal üzemel. A térségfejlesztéssel kapcsolatban a tárca nélküli miniszter hangsúlyozta, az elmúlt években kormányzati forrásokból mintegy 12 milliárd forint érkezett a választókerületbe és Paksra. Ezt a munkát a jövőben is folytatni szeretnék. A következő 4 évben is a térségi és regionális munkahelyteremtés mellett Pakson sportközpont létrehozásán a fiatalok helyben tartása érdekében a konzerv gyár épületeit felhasználva Diák-sziget megvalósításán dolgoznának. Már az első dolgozatokat a város átalakításával kapcsolatban, még mikor polgármester voltam, akkor elkészítettük, mind az óváros rekonstrukciót, polgármesteri hivatal, orvosi rendelő, a rozsda övezet, a konzervgyár területének fejlesztése elképzelését bele értve a Dunapart. Lakossági kérdésekre válaszolva Süli János elmondta, az elektromobilitás terén az egész országban fejlesztenének. Ebben a folyamatban Paks mintaként szolgálna. A térség útjainak fejlesztését, melyek a falvak ott tartó erejéhez is hozzájárultak, folytatni szeretnék akár csak a Magyar Falu programot. Széles András, a Tolna megyei közgyűlés fejlesztési és koordinációs bizottságának elnöke azt is kihangsúlyozta, hogy az elmúlt hetekben számukra is meglepő módon rengetegen megjelentek a lakossági fórumaikon. Nagyon sok érdeklődő mellett végre látta az ember a teljes arcot és a reakciókat, hiszen akkor le tudtam érni, hogy ennek a lakossági fórumnak a célja az teljesült-e. És azt hiszem igen, mert ugye 26-25 nap múlva választás lesz, és azért a külső és a nemzetközi körülményeket is figyelembe véve igen komoly a választást tétje.